Na, akkor szépen kipakolok mindent, amire az égvilágon semmi szükségem nincsen. Jó, van egy ilyen pár dolog. Közben pedig én bocsánat, egy pillanatot kérek csak tőletek. Egyetlen egy apróság, hogy itt nagyon úgy tűnik, hogy nekem itt kezdett bezöldülni itt szépen a képernyőm alul. Egy, ez sok. Jó, egy nagyon minimálisan állítok rajta, és onnantól kezdve boldogok vagyunk. Szóval, akkor hol is tartottam? Ki kell pakolnom nekem a pisztolyt, a flaskát. Mondom, a flaskát, igen. Ezt gyorsan a shotgunt azt újra töltöm. Tökéletes. És ezt kipakoljuk. Látjátok, azért gyűjtögetek, ugye? És mutatom nektek, még mindig nem gyógyítottam, jó? Ennyi a lényege az egésznek, hogy... Lesz erre majd megoldás, jó? Na most azért vagyok itt puszta kézzel, hogy kicsit gyorsabb legyek. Úgysem fogok lövöldözni, jó? Tehát ha itt bementek, akkor azonnal kell csapni egy ilyen jobbos ívest, ugyanis ott lesz egy rohadék, akivel nem szeretném megharaptatni magam. Egyáltalán. Ez az is, hogy a falhoz tapadtok, akkor nem is fog neki sikerülni, ami egy tök pozitív dolog. Ugyebár. Itt pedig... fölvesszük, azaz, kifele. Van itt nekünk egy ilyen kutya sípunk, ami egy tök jó dolog, és mutatja, hogy hol kellene majd ezt nekünk használni. Majd használjuk is. Nem sokára. Azt a részt de gyűlölöm, gyerekek! Megint egy gyors fordulás, falhoz tapadás, és... békén hagysz, köszi. Most itt a haverját, azt pedig mindig meg kell nézni, hogy hol van. Igen, és nem arra menni. Jó, tehát ez mindig tök random. Nem tudom miért. Állandó jellege, tök véletlenszerű, bakker. Totál véletlenszerű. Kés, és akkor most kell nekem mennem. Ja, oké, megvan. Ja. Most továbbra is erre jövök, mert ugye ott van egy ilyen hülye zombi a túloldalon. Ki kell kerülnöm, és most használom a kutyasípot. Ez egy nagyon-nagyon szemét rész, amit sokszor benézek sajnálatos módon. Nem szándékosan, higgyétek el, abszolút nem szándékosan, jó? Viszont egyszerűen arról van szó, hogy annyira kiszámíthatatlan ez a szar, annyira kiszámíthatatlan, hogy az félelmetes. Na most! Most kell nekem itten a... ez. Először is gyógyítunk magunkon, hogyha bármi probléma lenne, tökéletes. Bármi probléma lenne, akkor tudjak vele mit kezdeni. Megfújjuk a kutyasípot. És várunk, hogy valaki megjelenjen ott. Gyorsan. Másikkal nem kell foglalkozni, már itt se vagyunk, jó? Ez így van, köszönöm szépen. Ennyi, jó? Tehát nem kell mindenkit lelőni, nekünk egyedül az az egy rohadt nyakörv kell. Semmi más, oké? Semmi más. Most itt nem áll szándékomban bántalmazni, de... de tudjátok, hogy mutatok egy másik módszert, jó? Tehát... igazából ketten vannak most, és nekem pont arra fele kellene mennem, amerre a másik van. Most megvárjuk, még ez a csávó elkezd fölcsúszogni a lépcsőn. Vagy ő le. Valamelyik a kettő közül, amelyik gyorsabban jön. Lépj a lépcsőre. Köszönöm! Erről beszélek, hogy amíg igazából ők a lépcsőn vannak, addig csak hányni jár beléjük a lélek, szóval innentől kezdve ez egy tök jó dolog. És mindjárt látjátok, hogy hol fogok jönni, miután megszereztem ugye azt a jó kis izét. Itt vagyunk, ahol voltunk egyszer, és ha csak nem egy Crimson Head van ittene, az van. Az van, hogy szakadna össze. Gyerünk. Az a helyzet, hogy gondolkoztam rajta egyébként, közben fölveszem ezt a kulcsot, hogy én ebből csinálok egy no damage-et, ugyanis alapvetően nem lehetetlen, és innentől kezdve nem nagyon fognak hozzám nyúlni, de mégis van egy-két olyan véletlenszerű faktor, ami miatt nem akartam nekiállni 800.227.142 alkalommal annak az istenverte felvételnek, szóval ez van. Szóval, megfogjuk ugye ezt a nyakörvet, kiszedjük belőle ezt az érmét, meg is van, köszönöm szépen. Az érmét megfordítjuk, megnyomjuk szépen rajta ezt a melpit.
aki tudja, azt tudja. És miután megvan a melpi, használjuk szépen. Áll kulcs, ugye betesszük a helyére, és innentől kezdve ő azt hiszi, hogy a rendes kulcs van nála, nem az, átvertük. Ha elég gyors vagyok, akkor talán még látom a végét annak a darálónak. Mert embereket nem lehet máshogy megölni, csak egy istenverte forgó ventilátor pajzsal. Ugye? Nyilvánvaló. Teljesen nyilvánvaló. Jó? Oké. Okay. Közben itt van nekem ugye oldalt a puskám, szóval én mindenképpen megnézem. A Crimson Headnek a közelébe nem megyek most. Sajnos majd később muszáj lesz, most nem. Most nem. Jó? Jó. Na, ugyanerre jövök vissza, ugye? Azaz. A hollók azok abszolút nem bántanak senkit, hogyha nem bántjuk őket, szóval nem bántjuk őket. Ennyi a titka az egésznek. Kint is vagyunk. Bocsánat, hogyha itt törölgetem az orromat, csak nem tudom, viszket minden rohadás. És szerencsére ő még mindig nem Crimson Head, azt hallanánk, jó? Tehát időbe telik, amíg átalakulnak, van, ami bizonyos eseményekhez van kötve, de akkor is tényleg, amikor minél többször vagytok egy helyen, annál valószínűbb egyébként. Illetve lesz egy olyan rész, amikor az egyik folyosón nagyon nem szabad sokat tartózkodni, ugyanis ha sokat tartózkodtok ott, akkor bizony, bocsánat, csak teszteltem valamit, sokat tartózkodtok ott, akkor bizony be fognak törni. Jó, de majd úgyis mondok mindent időben. Na, most, hogy itt tartunk, az azt jelenti, ha jól számolom, hogy ez már a második rész. Ami azt jelenti, hogy van véleményetek az elsőről, meséljetek, jó? Tehát kérem a komment szekciót, jöhetnek a saját élmények ezzel kapcsolatban, jöhetnek a kötekedések itt a komment szekcióban, hogy mit csinálok, mit nem csinálok. Ha már kötekedés, mielőtt valaki azt mondja, hogy ott hagyta egy dobozt, tudom, jó? Tehát nem fogok mindent fölvenni. Hagytam már ott lőszert is, tudom, hogy ott van. Igyekszem fölhívni a figyelmeteket nektek is, hogyha esetleg szükségetek van rá, de nem mindig fog eszembe jutni, hogy szóljak. Amit itt csinálok, az 100%-ig rohadt kemény munkával el van tervezve, jó? Tehát, hogyha valamit nem nézek meg, valamit ott hagyok, az teljes mértékben 100%-osan. Direkt van, oké? Okay? Direkt van. Illetve hát ugye említettem, hogy lesznek olyan jelenetek is, amiket egyáltalán... Azt hiszem említettem, hogy lesznek olyan jelenetek, amiket egyáltalán nem fogok bejátszani. Jó, tehát ne legyen meglepetés. Például, hogy Rebekával nem találkoztunk még egyszer sem. Éppen itt az ideje! Ugyebár egyik kedvenc szereplőm egyébként, aki annyira kevés figyelmet kapott, eddig pedig nagyon imádom. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Chris, this place... Get your team out of here. Demons everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Na most a játék azt szeretné tőlünk, hogy nagyon-nagyon gyorsan menjünk ugye abba a szobába, ahol ugye van a szérum, itt már voltunk, ez volt az első hely, ahol ugye kipakoltam a mindenféle dolgokat. Nem foglalkozunk ezzel, jó? Tehát megyünk oda, 4 percünk van összességében arra, hogy visszaérjünk ide, ami azt jelenti, hogy egy csomó mindent meg tudunk csinálni közben, jó? Tehát nem kell ilyenekkel foglalkozni, mint hogy Richardot haldoklik, sietni kell, tehát ez volna az alapvető elvárás, hogy mi odafigyelünk rá és sietünk vissza, nem. Jó, tehát van nekünk más dolgunk is, majd ő megoldja addig. Viszont ami fontos, hogy... Ha nem vagytok biztosak magatokban, mert mondjuk újdonság a játék nektek, tehát tudom, hogy sokan vagytok, akik azután állnak neki valaminek, hogy én megmutattam, hogy ilyen is létezik, főleg a régebbi cuccok esetében. Ha nem vagytok magatokban biztosak, akkor a szérum megszerzése után azonnal térjetek vissza Richardhoz, jó? Tehát az a legjobb módszer az összes közül.
Most itt bármit csináltak, így is, úgy is egyébként ki fognak jönni ott fönt. Tehát ugye ott, ahol volt a fehér ajtó, ahol a kutyák is voltak, mindenképpen kinyílik, jó? Nem baj, egyel több rohadék lesz itt, nem foglalkozunk vele. Gyors ívben pedig most ide jövök, és egy szérum, köszönjük szépen, és akkor irány visszafele, köszönjük. Csodás, csodás, csodás. Most pedig, úgy mondtam, nem visszafele fogok menni, hanem jövök erre tovább, és itt van egy szemétláda, akivel némileg foglalkoznunk kell, hogy melyik irányból fog minket megtámadni, amint kiderül. Háta mögött megyünk? Na ez az, tehát hogyha háta mögött mentek, vagy egy ilyen 90 fokban vagytok, akkor pont nem fog tudni elérni, jó? Tehát igyekezzetek mindenképpen így. Van, amelyik hirtelen megfordul, akkor sem fog tudni elkapni. Most ha már itt vagyunk, akkor fölveszünk egy jó kis gránát, valamint, futás. Úgyné, sejtitek, hogy mire készülök, ugye? Sejtitek. Még van időnk. Hál' Istennek az ajtó animációkat nem számolja bele egyáltalán, szóval teljesen jók vagyunk. Úgyné. És igen, elfordítjuk, köszönöm szépen. Végig nyomkodni kell, igazából rögtön az első opció jó, tehát nem tudtok téveszteni vele egyáltalán. Úgyné, gyerünk. Oké, és amit én még csinálok itt, hogy gyorsan ugye, amit tudok menet közben felszedek. Maszk is megvan, köszönöm. Ez is igazából nem ezen a pár másodpercen fog múlni, szóval ezt még így összeszedem. Úgyni. Köszönöm. De természetesen Richard, az very fucking fontos. Egy helyet mindenképpen hagyjatok magatoknak, majd mutatom, hogy miért, jó? Van egy apróság, amit mindenképpen meg kell csinálnunk itt, vagy legalábbis rohadtul hasznos. Nem muszáj, de az a helyzet, hogy Chrisnek ugye nincsen lockpickje, old keyt kell használnia kb. Minden egyes alkalom, hogy szeretne valamilyen extra helyet kinyitni, ami azt jelenti, hogy össze kell gyűjtögetni őket, jó? Itt van a Keeper's Diary, amit nem fogok elolvasni, ugye ez a Itchy Tasty, de, ja. Szóval itt, amit találtam, hogy a legjobb, hogy bal lefele fogjuk nyomni az analóg kart, és a francban nem sikerült. Mindegy, normál esetben egyébként simán elfutunk mellette, mögötte. És van fölösleges lőszerem, szóval... Ez nem egészen így volt tervezve, de ez van. Ha ez sikerült volna, akkor simán kikerülöm, és a haverját is, mert az később reagál. Ez van, jó? Úgy csináltam az egészet, hogy bakik beleférnek. Ennek meg a háta mögött kell menni, oké? Mindenképpen. Na, szóval... Tudom már, mit rontottam el, na mindegy. Ő pedig még mindig nem, hála Istennek, még mindig nem Crimson Head. Szóval azt rontottam el, hogy amikor bal hátra megyek, ugye... Én megpróbáltam a háta mögött est is szólni, ugye neki a jobb oldalán nem sikerült. Ilyenkor igazából jobbra kell kerülni egyet, egy ilyen ívben, és úgy oda menni ez a cucchoz. Ezt most így elnéztem, ez van. Ez van, bocsánat. Szóval, most kettő dolgot is összegyűjtöttünk menet közben, úgyhogy megyünk. Ricardo! Gyere, Ricardo! Gyere, meggyógyítalak, kicsi drága szentem. Kapsz egy puszit a bibidre, meg ilyenek. Gyerünk. Mindenképpen mentsétek meg, jó? Totál önző okokból, hogyha megmentitek, akkor később kaptok egy plusz animációt, meg egy fegyvert. Csak szólok. Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard. He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay?
Na most én mindenképpen visszafordulok ide. Egyrészt, hogyha visszajövünk, akkor meg fogja gyógyítani Rebecca a sérüléseinket, ha van. Mindjárt mutatom az animációt. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? No, I'm okay. But if something should happen to me, I'm counting on you. No problem. But we're very short on medical supplies, so take care of yourself. Na, ezt sem mindig látjátok, ugye? Azért jöttem csak ide, hogy fogjam és kidobjam szépen ezt, erre jelenleg semmi szükségem nincs az égvilágon. Oké, ezt elpakoljuk, maszkot elpakoljuk. Ezt pedig betöltjük, jó? Tökéletes. Na most akkor megyünk visszafele. Megyünk visszafele. Gyakorlatilag pontosan ugyanarra kell mennünk, mint amerre ugye volt a... Itt vagytok? Nem vagytok itt? Nem, valami haverjuk van itt, és gyorsan... Gyorsan leszettük, mindenképpen egyébként... Szerintem érdemes shotgunnal kicsit gyorsabb az egész, jó? De gyakorlatilag most pontosan ugyanarra fogunk visszamenni, mint amerre volt ugye Richardunk. Ja, nyilván. Ezt mondtam, hogy ő mostantól kezdve ott anyázik, jó? Ki lehet számítani. Illetve előbb-utóbb helyet fog cserélni valami kicsikét durvább dologgal. Nem baj, jó? Nem baj. Egyáltalán nem baj. Úgyni. Megyünk. Hogy állok egyébként? Oké, tökéletes. Van még 4-2, és hogyha nem csesztem volna el, akkor igazából még egyet több lenne. Sajnálatos módon kénytelen voltam használni egy ilyen... mi az istent? Egy ilyen önvédelmi késecskét. Ez van. Jó? Igen, abban a szobában elcsesztem. Ez van, ezt kell szeretni. Ott meg van egy zombáj, aki minket jelenleg nem nagyon érdekel. Ugyanis, hogyha elhúzunk a háta mögött, seghülye szegény kém és rohadtul fogalma sincs róla. Mondom én. Látjátok? Tehát ötlete sincsen neki. Most én ezt a szobát megpróbálom mindig úgy megcsinálni, hogy ne kelljen használnom semmit. Ha mégis kell, akkor nálam annak az élettöltők, jó? Most az helyzet, hogy itt bármit csináltok, be fog jönni, jó? Tehát be fog jönni. Nem kell vele foglalkozni. Nem annyira vészes, csak ki kell számolni, hogy hol vagyunk. Úgy néz, futás, már ki is nyitotta. 1, 2. Kicsit odébb húzzuk, hogy ne zavarja a köreinket. Gyere, öreg. Gyere. Kicsit megfuttatjuk, jó? Kicsit megfuttatjuk. Ha már elindult valamerre, akkor arrafele fog jönni, szóval innentől kezdve hülye, mint a segg. Az... Menjél már odébb! Na végre. Köszönöm, erre volt szükségem. Háta mögött. És kint is vagyunk, tökéletes. Oké. Okay. Itt tényleg annyi a trükk egyébként, hogy amint vált a képernyő, amint bement, D-paddal megyünk be, amint vált a képernyő, azonnal fordulunk kifelé, és akkor mellé fog nyúlni, jó? Jobb esetben egyébként nem kell kétszer kikerülni, el tudok menni mellette közvetlenül, most sajnos beleakadtam, és kurva nagy mázlin volt, jó? Tehát nekem nem szokott ekkora mázlin lenni. Szevasz, öreg! Ezt bezzeg tudja, hogy ott vagyok! Most bezzeg tudja! Pedig telibe háttal voltam neki, na mindegy. Ez van, ezt kell szeretni. Most pedig... Jó. Most pedig remélem, hogy nem lesz Crimson Head. Annyira rohadtú. Remélem, hogy azt elmondani nem tudom. Lefele. Azon gondolkodom, hogy... Elvileg pont jól állok helyjel. Ha igaz. Majd kiderül hamarosan. Most megyek ugye vissza ott, ahol előttem azt a csúrikámat a folyosón, akitől folyamatosan tartok, bakker, hogy itt megkrimzonolódik. Légy színe. Egyébként ott az asztalon is van egy, az biztos látjátok, hogy a bejárat környékén van egy inkrimon az asztalon, meg van még egy mentési pont, hogyha szeretnétek, jó? Én most nem szeretném. Légy színe, feküdj.
Hála a jó égnek, bakker! Hála a jó égnek! Atya úristen, de örülök neked! De örülök neked! Gyerünk! Most itt el kell tolni a szekrényt. Egyetlen egyet, aztán utána szépen fölvenni ezt a kottát, aminek nincsen helye. Ezért fogjuk ezeket összekombinálni. Szóval jól számoltam, csak... Oké, tökéletes. Normál esetben ezt úgy szoktam csinálni, hogy a maszkot azt bent hagyom, és még így is bőven elég lesz egyébként a hely, csak akkor nem tudom felszedni az élettöltőt, én pedig szerettem volna nektek úgy megmutatni ezt, hogy... Na, hogy egy átlagember neki tud futni, ugye? It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? Was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Na most ugye hagytuk Rebekának, hogy gyakoroljon. Sokkal gyorsabban haladunk egyébként az egészet, hogyha tényleg engedjük neki, hogy kicsikét próbálkozzon a Moonlight Sonátát. Ez egy nagyon-nagyon szép dal egyébként. Szávasz, haver! Nem nőtt ki a karmod, kicsi pénisz. Na most, ez a folyosón, amiről az előbb eljöttem, minél kevesebb időt kell tölteni, ugyanis ott már dörömbölnek az ajtón, és nekünk kurvára semmi szükségünk nincsen arra, basszus, hogy ott betörjék és tele legyen megint a folyosó, jó? Semmi szükségünk rá az égvilágon. Benéztem, oké. Okay. Analóg kontroller, ez nem erre való egyébként, hogy közlekedjünk, szerintem. Ez a megoldás engem rohadtul idegesített a Fatal Frame-ben is, ez a megoldás rohadtul idegesített engem a Dead Aim-ben is. Most ahogy fordul, ennyi, idáig kell kijönni, jó? És Rebecca ennyi idő alatt rájött, hogy hogyan kell eljátszani ezt a darabot. Mert ügyes. Szóval nem tudom, engem valamiért ez a fajta irányítás, ez rohadtul idegesít. Meg lehet szokni, de nem egyszerű. Talán még a Haunting Ground-ban is ez van. Nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy igen. Dörömbölnek? Nem, most nem dörömbölnek, hál' Istennek, oké. Nem tudom miért nem, na mindegy. Chris! Chris! I think I got it! Practice makes perfect. What's this? Na, köszönjük szépen, Rebecca, hogy kinyitottad eme szobát. Meg is van. Na most ott van egyébként plusz be egy kis íze, amit ugye föl lehet szedni, hogyha valaki szeretne olvasgatni. Ott csillog, én nem szeretnék olvasgatni, szóval ez szimplán csak így. Hülye vagyok, ugyebár. Mert ugye a goldot szedtem le, és nekem nem az kell, hanem a Ganésat fogom visszarakni a helyére, bocsánat. Szóval igazából egy tipikus cserélős dolog, jó? Tehát ezt megcsináltuk a shotgunnal, hogy cseréltünk, megcsináltuk a kulcsa, hogy cseréltünk. Most... Ez mi az Isten? Mit csinálok? Na, most megcsináljuk ezzel is, hogy cserélünk, oké? Okay? Oké. Okay. Na. Azaz. Remélem, hogy nem fogjátok dörömbölni azt a kurva ajtót, mert komolyan mondom, az hiányzik még nekem, hogy itt legyen valaki a nyakamba. Jó, még nem kelt föl. Pozitív. Pozitív, pozitív. Aha, kezdődik, kezdődik. Na,
oda megy, és... Újabb puzzle, ugyebár. Most kinyílt ugye itt ez a cucc. Megfejtés az a képen van, jó? Tehát, hogyha megnézitek, akkor ugye a képen két darab lovag van, akik egymást átdöfték, azt mondja, hogy a rövid kard az a mellvérkét bök, tehát az egyiknek, a hosszú kard pedig a másiknak a fejét. Szóval, nekünk igazából van hosszú meg rövid mutatónk, ugye? Persze, hogy megpörgetjük, köszönöm szépen. Igazából ugye a hosszú mutató az már ugye az izére mutat a fejre, nekünk a másikat kell. A nagy kerék forgatja a kis mutatót, a kis kerék forgatja a nagy mutatót, jó? Tehát nagyra kell mennünk, és tök mindegy, hogy melyik irányba igazából, akkor legyen balra. Teljes mértékben mindegy, lényeg az, hogy következetesek legyünk. Ezt forgatjuk, és balra még ezt, jó? Tehát annak lefele kell állnia, és ez a megoldás, jó? Tehát mellvért, fej, oké? Jó, tehát kis mutató mellvértre, a nagy mutató pedig a sisakra. Nem forgatjuk tovább, köszönöm szépen. Gyerünk! Úgyni! Na most, ez a kulcs kell nekem ahhoz, hogy föl tudjak menni majd szépen a... Nem spoiler ezek, jó? Tehát menjünk vissza meg megint arra, merre Richard volt, mert ugye Ricardónk az ugye nagyon fontos személy. Csinálja nekünk itt a programot. Szóval... Másik irány, bocsánat? Nem, jó fele mentem, bocsánat. Ja. És... Pirka bunda! Juhé! Na. Megint ugye okosan kell cselekednünk, zombi mellett ugye elfutni, mert hülye és nem lát minket. Mondom, nem lát minket? És lát minket! És most bezzeg megmozdult! Hogy dögölne szomjan? Hogy dögölne szomjan? Jól van. Na, most... Oké, nem szúrtam el, és van még egy helyem. Ja, meg amúgy is egyébként kidobom a kulcsot, szóval persze, hogy van még egy helyem. Fú! Ezt a nagyon-nagyon kurvára félelmetes ellenfelet annyira meg fogom szopatni. Csak figyeljetek. Szóval lehet, hogy nagy a szám most, de mindegy. Ez egyébként mindig bejön. Mindig bejön, jó? Tehát azonnal futunk oda, nem jössz ide mögém, kicsi köcsög. Fordul. Oszlopok mellett kell elmenni, és akkor nem fog tudni elkapni minket, jó? Tehát ez a trükkje neki igazából, hogy... Ja, jól csináltam. Oszlopoknál kell igazából megszivatni szegénykémet, és most megyek a... Ja, tudom merre megyek, oké. Az a két csávó az meg még mindig ott lambadázik az asztal körül, ahol hagytam őket gyert a fényben. Egészségükre, jó? Hey, brains! Látom egy rohadt jó paródiát egyébként, van egy csatorna, ami mindenféle animációkat csinálna, most őt meg kéne találni, hol van. Szevasz! Oké. Mindenféle animációkat csinál, ez a How It Should Have Ended, nagyon, igen, tehát ugye, hogy kellett volna végződnie, és ők csináltak egy nagyon jó Resident Evil animációt. Na, egyébként itt az a trükk, hogyha ezt most megnyomjátok, akkor elgázosítja az egészet, mint az hard, én nem fogom most megnyomni, hanem majd miután ezeket a helyére toltam. Egyszer, kétszer. A sorrend egyébként nem annyira bonyolult, figyelni kell igazából, hogy kinek milyen pajzsa van és hasonlók, ott van egyébként a megfejtés fönt a falon. Jó? Oké, és akkor a negyedik szépen bemegy magától. Látjátok. Az előző zombi az meg megint olyan egyébként, hogy figyelni kell, hogy hol van, jó? Tehát azért torpantam meg egy pillanatra, hogy lássam, hogy melyik oldalról tudom kerülni. Ha ilyen kikerülésre játszatok, akkor pedig mindenképpen az analóg kart ajánlom nektek, jó? Na, nézd, hogy ezt kell megnyomni? Nem ezt kell megnyomni, másokat kell megnyomni. Ja, mind a kettőt meg kell nyomni, bocsánat, oké, na. Még egy maszk, köszönöm szépen. És akkor itt most a trükk, hogy húzunk mind a vadlibák, és gyakorlatilag visszamegyünk megint oda le, ahol voltunk ugye nem olyan régen. Hol vagy? Remélem, hogy gyorsbalossal megoldjuk. Aha, igen, ő nem lát. Sietünk, sietünk!
Én voltam a gyorsabb! Én voltam a gyorsabb! Tökéletes, köszönöm! És ugye itt pedig barátainkat, azokat már elintéztük régen, szóval nem fognak minket zavarni egyáltalán. Az egyetlen dolog, ami fontos, hogy most én ide bejöjjek, majd szépen készleteket föltöltünk meg, hasonlók. Jelenleg még nem. Első körben nekem egyetlen egy nagyon fontos dolgom van. Ezt még kipakolom. Ezt még kipakolom. És akkor fogom magamat, és így egy... Gyors mentés.